Az üzleti fórumon a plenáris értekezleteken kívül, amelyeket a nagy teremben tartottak, külön témakörökben panel értekezleteket is szerveztek. Egyik panelnek az ISG szabvány volt a témája. A szabvány egy vállalat teljesítménye értékelésének alapja. Három területre vonatkozik, a környezetvédelemre, a társadalmira és az irányításra. Szorosan kapcsolódik a fenntarthatóság kérdéséhez. A fenntartható fejlődés egy nagyon komplex kérdés, és nagyon érdekes beszélgetés volt már itt a Kopernikban az első napon, vagy hát a nulladik napon is ebben a témában. Én most egy elemét emelném ennek az egész témának ki, ami a társadalmi fenntarthatóság, illetve az igazságosság kérdése a fenntarthatósággal kapcsolatban. Elhangzott a panelon az a kérdés, illetve az a témafelvetés, hogy a fejlődő országok és a fejlett országok közötti egyenlőtlenségeket hogyan lehet szembeállítani, vagy összeegyeztetni a környezeti fenntarthatósággal. És a beszélgetés során rávilágítottunk arra, hogy van egy alapvető igazságtalanság ebben a kérdésben, mert a környezeti kibocsátás, a környezetszennyezés döntő részét a fejlett országok okozzák, míg a hatások, a környezeti hatásoknak, a környezeti negatív hatásoknak a döntő részét pedig a fejlődő országok szenvedik el. De egyébként nem kell ilyen távol menni, nem kell az észak-amerikai fejlődést és a kelet-afrikai szárazságot összehasonlítani. Itt a saját régiónkban, legyen szó Magyarországról, Szerbiáról, Bulgáriáról, a Balkán régióról általában is, van egy csomó példa. Például alapvető kérdés, hogy azoknak az országoknak, amelyeknek az energiatermelésének a döntő része szén alapú. Szerbia is ilyen ország, de számos más ország is itt a régióban. Számukra mit jelent a fenntartható fejlődés? Hogyan tudjuk áthidalni azt a jelentős időt, amíg sikerül a szén alapú energiatermelésre átállni új fenntartható energiaforrásokra, hogy közben a társadalom ne hátrányát, nem előnyét szenvedje ennek. Fontosnak tartjuk, hogy ezeket a kérdéseket is kezeljük a környezeti kérdésekkel együtt, annak érdekében, hogy valóban hosszú távú megoldások szülessenek. Az OTP Bank részt veszi a zöld növekedésben. Támogatjuk a zöld növekedést. Annyit, vagy ott kezdeném talán ezt a kérdést, hogy az OTP Bank számára is elsődleges, hogy saját magával kezdje. Tehát ne bort igyunk és vizet prédikáljunk, hanem a saját működésünket is és fenntartható és zöld formára állítsuk át. Tehát a fiókjaink, a központi épületeink, az utazásainkkal kezdjünk, és ilyen számon utat mutassunk az ügyfeleinknek. De nyilvánvalóan sokkal nagyobb feladat és sokkal nagyobb kérdés a zöld növekedés az ügyfeleink körében. Sokkal-sokkal nagyobb hatást tud elérni a bank az ügyfeleink keresztül a gazdaságokra. És igenis növekedést tudunk elérni azzal, hogy finanszírozzuk azokat a beruházásokat, amik szükségesek a zöld átálláshoz. És nem kell túl kacifántos dolgokra gondolni egyébként. Minden vállalat, legyen kicsi vagy nagy, de minden magánember számára is kézzelfogható lehetőségek vannak egyébként részt venni a zöld növekedésben, hogyha másban nem abban, hogy a saját lakását, üzlethelyiségét vagy üzemét szigeteli, lecseréli a régi fűtési rendszereket újakra, megpróbál fenntartható forrásból származó energiát vásárolni. A klímaváltozásnak a gazdaságra és a társadalomra gyakorolt hatásáról szólt egy másik panel értekezlet. A Biblia első oldalain az olvasható, hogy az Isten az embert a világban, mint egy kertbe teremtette, hogy gondozza azt, és gondot is vigyázzon rá. Tehát az ember ebből kifolyólag két hibát követhet el. Az egyik az, hogy kizsákmányolja a környezetet, ugye ezt akarja az ipari lobby, hogy bebetonozzuk az egész világot, a másik pedig, hogy a természetet magára hagyja. Ugyanígy az erdészetben is van egy-két szélsőséges megközelítés, az, hogy egy érintetlen természetet kapjunk, ugye ne is nyúljunk hozzá az erdőhez, a másik pedig, hogy kiírtsuk az erdőt. A fenntartható erdőgazdálkodás ezt egyiket sem csinálja, hanem fenntartatóan gazdálkodik az erdővel, aminek a lényege az, hogy ahol egyszer erdő volt, ott megint erdő legyen, függetlenül, hogy az az erdő 0 éves vagy 150 éves. Tehát, hogy most ültetett erdő, vagy megújítás előtt lévő erdő, igazából az erdőgazdálkodás csak a régi erdőt felcseréli új erdőre, amit terméket kap belőle, hogy ez az ipari fa, vagy a tűzifa, azt a piacnak a rendelkezésére bocsátja, és sokan nem tudják, hogy az
az erdőgazdálkodó cégek a világban is, meg Szerbiában is ebből saját magukat tartják el. Tehát nem felhasználói a költségvetési forrásoknak, így biztosítsák a saját foglalkoztatottságnak is a fizetéseket, valamint aki megveszi az erdőgazdaságtól a fát, a faipar, ugye több ezer munkást foglalkoztat. Ugye ahogy a klímaváltozás kihat a társadalomra, a gazdaságra, így az erdőgazdaságokban is elég nagy gubancokat okoz, ugye ahogy például a törgyelőknél a talajvíznek a szintje csökken, így a tölgyerdők ezért száradnak. Mi próbáljuk kihasználni egy új projekttel, egy stratégiai projekttel pályázunk ezért a horvát programba, a horvát erdőkkel, hogy amikor magas a vízállás, vagyis árvízvel előtt van például a száva, akkor egy zsilipet készítsük, ami ilyen esetben ki tudja engedni a depressziókba, a tölgyerdőkbe a vizet, és ezzel meg tudják oldani a szárazságot, valamint az árvízvel ellenes vény. Megjelent például bakteriális fertőzés a nyárfánál, a kéregelhalás, az most csillapodik, nincsen, nem terjed, ugyanúgy, mint a korona, de ott van. Tehát egy új betegség, új kihívások, itt a tudományos intézetekkel próbálunk erre orvosságot találni, vagy ne említsem a nyáron mekkora kárt okozott a mikrocellás szélvihar, ami kidőtött annyi erdőt, amely az egyéves termelésünk, amit egy év alatt beszoktunk fásítani, és ez nagy 20-30 millió eurós kárt okozott. Elhangzott egy olyan megjegyzés is, hogy amennyiben a földkerekség teljes szárazföldjét erdővel ültetnék be, az se lenne elég. Vajdaságban ez lehetséges-e, hogy az egész terület erdő legyen? Tehát ahol síkság van, ott általában nem erdő van, hanem termőföld. Így van ez Hollandiában is, a 11% erdő van, de az erdőknek a egy főre első száma 200 hektár. Vajdaságban ez 900 hektár, de csak 7% erdő van, mert ugye Vajdaságban alkalmas a terep termőföldre. Itt úgy lehet az ilyen területeken, ahol síkság van, ahol termőföld dominál, megoldást találni, mindegy Magyarországon is van, hogy az állam kifizeti a gazdáknak, hogy a termőföldjüket átalakítsák erdővé, de az évi bevételt nyújtson nekik, ne azt, hogy 25 év múlva kapják meg a pénzüket, hanem hogy az megírja nekik. Csak így tudom elképzelni azt, hogy a termőföldből erdőterületeket alakítsunk át. Az üzleti fórum záró nyilatkozatában is az olvasható, hogy Szerbia gazdasága az idén 3,5%-os növekedést érhet el. Ehhez az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank tevékenysége is hozzájárul, amely segíti Szerbiát. Nagyon sok mindenben segíti. Természetesen az infrastruktúrában, közlekedés, illetve energetikai infrastruktúrában nagyon sok projektünk van. A legújabb, vagy az egyik legújabb az a Belgrád-Nis gyorsvasútnak a finanszírozása az EIB-vel közösen, illetve az energetikai szektorban a szerb elektromos energiai vállalat, az EPS finanszírozása, 300 millió eurós finanszírozása, illetve több reform elindítása, többek között 1300 megawattnyi három éves megújuló energiatendernek az előkészítése és lebonyolításában való segítség, és ebből az első aukciók tavaly már sikeresen lezajlottak. Ön hogyan látja, mi lenne az, ami Szerbia gazdaságát leginkább elő tudná mozdítani? Ugyanis a gazdasági fórumon azt hallottuk, hogy az állandó, szóval az élet végéig tartó oktatásba kell befektetni, az egészségügyi rendszer reformjába kell befektetni, ahogy már ön is említette, az EPS reformjába kell befektetni. Tehát mi lenne az, ami előmozdítaná Szerbiát? Igen, mindezek nagyon fontosak. Az állami vállalatok hatékonyabb átétele jelentős növekedési gyorsulással járhat. A Nemzetközi Valuta Alapnak a számításai szerint például, hogyha a szerb állami vállalatok hatékonysága a magánvállalatok szintjére növekedne,
az mintegy 2%-kal növelné meg a szerb bruttó hazai terméket hosszú távon. Ez egy igen jelentős javulás lenne. Említettem már a megújuló energiaforrásokat, tágabb értelemben a gazdaság zöldebbé tétele jelentős növekedési potenciált rejt magában. Ebbe beleértendő az energiahatékonyság növelése, ugyanis Szerbia gazdaságában az energiahatékonyság még mindig jelentősen alacsonyabb, mint az Európai Uniónál, mint egy háromszor akkora energia, illetve széndioxid kibocsátással jár egységnyi bruttó hazai termék megtermelése, mint az Európai Unió átlaga. Ha ezt javítani lehet, akkor ez szintén jelentős növekedési hatással jár, és az életminőséget is jelentősen javítja. Emellett nagyon fontos lenne a külkereskedelem további növelése, a külkereskedelmi nyitottság növekedése, mind a Nyugat-Balkán, mind pedig az Európai Unió, illetve a világ felé. Szerbia egy kis gazdaság, az Európai Uniós, illetve a világpiac jóval nagyobb, jelentős lehetőségeket nyit az exportőrök előtt, és ha azt nézzük, hogy Kelet-Közép-Európa gazdaságai mennyire nyitottak, Szerbia még mindig nem annyira nyitott, és ezt lehet tovább fokozni. Emellett, amit ön említett, nagyon fontos, hogy a életvégig tartó tanulást szorgalmazza, illetve a tudományos technológiai fejlődést elősegítse a szerb kormányzat. Ebben is vannak jelentős reformok, és az EBRD is támogatja ezeket. Három tudományos technológiai parkot finanszíroz az EBRD, illetve a Bio4 kampuszt Belgrádban. Ezek, amennyiben több technológiailag fejlett kisvállalatot tudnak támogatni és továbbfejleszteni, akkor jelentősen hozzájárulhatnak a szerbiai növekedés gyorsulásához. A mesterséges intelligencia alkalmazását támogatja-e az EBRD? Ez egy elég új dolog még. Nagyon sokat fejlesztünk, illetve támogatunk a digitális téren, és ebbe nyilván a közeljövőben, a jövőben a mesterséges intelligencia is beletartozhat. Azt gondolom, hogy most fontosabb lehet a közigazgatás digitalizálása különféle eszközökkel, amelyek megkönnyíthetik az emberek életét, megkönnyíthetik azt, hogy a különböző közigazgatási folyamatok hatékonyabbak legyenek és gyorsabbak legyenek. Ez a későbbiekben természetesen a mesterséges intelligenciát is magában foglalhatja, de egyszerűen a jelenlegi folyamatok digitálissá tétele, az elektronikus kormányzás szélesítése sokkal többet javíthat az életminőségen jelenleg, mint bonyolultabb folyamatoknak az elősegítése. Tabák úr, hogyan látja az ukrajnai háború és a közel-keleti összetűzés, hogyan hat ki a szerbiai gazdaságra? Természetesen Európa minden gazdaságát érintik ezek a világpolitikai folyamatok, és kedvezőtlenül érintik. Szerbiát viszonylag kevésbé érintette ez, de természetesen nem tudta teljesen kivonni ennek hatása alól a szerb gazdaság, hiszen elég erősen kötődik az nyugat-európai gazdasághoz, amit szintén erősen érintettek ezek a folyamatok. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a világgazdaság kezd alkalmazkodni ezekhez a folyamatokhoz, és ebben Szerbiának pozitív szerepe is lehet. A világgazdasági bizonytalanság, a szállítók, a beszállítóknak az átrendeződéséhez vezethet Nyugat-Európában. Nagyobb szerepe lehet azoknak az országoknak, amelyek közelebb vannak földrajzilag Nyugat-Európához, így Szerbiába is települhetnek további beszállítók, nyugat-európai beszállítók,
és ez segítheti a szerbiai gazdaság fejlődését. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.